Nagy szeretettel köszöntöm a Sláger FM visszapillantó című műsorának nézőit, követőit. Hogyha még nem iratkoztatok volna fel a Sláger YouTube csatornájára, akkor megköszönjük, hogyha ezt megteszitek. Új tartalmakról pedig rögtön tudtok értesülni, hogyha a kis csengetyűre is rákattintotok. Hát, izgalmas időszak előtt állunk, izgalmas időszak van mögöttünk az autózással kapcsolatban. Rettenetesen vezetünk, ez szinte egészen biztos, hogy hogyan tudunk ezen egy picit változtatni, és hogy mi volt Tódzoli Tottinak az első autója, ez is kiderül. Szervusz, szia! Hello, szia! Rögtön belecsaptunk a közepébe. Bele. Mi volt neked először, motor vagy autó? Motor. És mi volt az? De nem igaz, mert négy kerekű volt először, tehát ez egy versenygokart volt. Az tíz évesen. Igen. Nem mondott komolyan? Igen, igen. ez új... Elmondjam a sztorit? Hát na ná! Na. Édesapám nagyon hajtott egy ilyen használt Merkúr telephelyen, egy minisztériumból leselejtezett Mercedes-re, mm. de, de apu ilyen kétkezi munkás volt, ugye ez a szocialista-kommunista érába értendő, és akkor valami jó összeköttetésekkel rendelkező katonatiszt lenyúlta előle a. Mercit, és apám ezen úgy bedurvult, hogy ö, valahol a Diósárok utcába ö, vett egy versenygokartot nekem, és este kilenckor hazaállított a kombi zsiguliával, tetőcsomagtartón a versenygokarttal, és hát én fölkeltem, már le voltam, a kis Zoliga le volt már fektetve, fölkeltem, aztán beindítottuk, de ezek iszonyatosan mentek, azt hiszem az egy 150-es rotaxbokkos valami volt, és elég nagy udvarunk volt betonozott, úgyhogy nagyapám is kinnált ilyen steklámpával az udvar közepén világított, és azt, azt az érzést nem felejtem, hogy elindultam. Nem, először apámnak egy barátja, aki zillel sofőr között, az ült bele, ment, visszajött az utcáról, és halálsápadtan kiszállt Jánter, remegve, hogy ilyet ő még nem érzett, hogy valami így menjen, és akkor engem beleültettek, és azt tudom, hogy az volt, hogy kimentem, és mivel a Laci bácsit úgy kellett megfordítani, tehát ott kin az utcán, mert ugye nincs hátramenet ezeken, így valahogy így éreztem egy ilyen égi sugallatot, hogy így kimentem, kicsit elhúztam jobbra rá, a kormány gáz, az úgy megpördül, tudod, és én már jöttek ki, hogy akkor visszatolnak az utcára, és az sötétbe ott hogy jöttem hogy ez a gokarta a szembe. Úgyhogy na, ez volt az első négy kerekű. Hát innentől fogva nem csodálkozunk különösebben semmi Tíz évesen és azt mondták, hogy... Igen. Jelzolik a csücsbe, aztán próbált ki. Igen, és akkor hogy voltak ebből ilyen, ilyen, kisebb megmérettetések, meg ez az, de hát azért az, ez ilyen más világ volt, és a, a, volt valami a, a Keskár a balesete, vagy valami volt, hogy arra ösztönözte a szülőket, hogy ezt eladják, de aztán fata rendes volt, mert akkor, mint tudom, ez két év múlva volt, hogy akkor 12 évesen megkaptam életem első Simpson motorkerékpárját. Na de figyelj még, hogy egy picit hogy hogyha tíz évesen már egy verseny, ugye ott a Merciről versenygokartra ív, azért az is egy kicsit bonyolultnak tűnik, tehát Igen, nem, nem teljesen de értett, hogy, eh, Szenzációs, de hogy eh, tehát azért ők már azért látták, hogy valami féle fajta műszaki érdeklődésed van nyilvánvalóan. Igen, mert hogy három éves korom még nem jártam, de a lábbal hajtós tehát nem tettem kárt a bútoromba, úgy közlekedtem a, a itt a szobában, meg azért az autókat, a családnak a személy autóit, ezt vezethettem már tíz évesen. És az irirírésre méltó a történet. Igen, jó. Tehát így, apám is ilyen volt, tehát így, így szereltek, bűköltek, sofőrködött, tehát, hogy így, így, benne volt így a, az egészben. A nagyapám például, az apai nagyapám, ő motoros volt, soha életében nem is volt autója, úgy halt meg. Ö és télen is. Tehát ő például a dolgozott benn Budapesten, és ő télen is, tehát a hóba is a t 5 közlekedett. És ennyi. Ez milyen érdekes, ugye erről még beszélünk. Télen is ugye a motorral közlekedett a városban, és hát ja, valahogy meg tudta oldani S ezt akkor a még oldat. nem volt téligumi a motorokon, de az autókra sem cserébe. És hó, gondolom, az meg volt Hó, volt. Na mert, mert, ugye amiről most beszélünk, az, az ilyen 40-45 éves történetek. Igen, hát akkor egy kicsit máshogy nézett ki meg, mint hogyha más fából lettek volna faragva azok az emberek, akik akkor éltek, vagy akkor születtek. Hogyan tovább? A, meg volt a gokart, meg volt az, hogy, hogy egy picit ott álljunk meg, amikor ugye ezek a tragédiák ugye beárnyékolták Igen. nyilván a magyar autó-motorsportot egyaránt, és akkor innen hogy mentél tovább? Motorozás volt, és akkor még a... Még a katonasság bevonulásom előtt volt korengedménnyel, vagy kedvezménnyel lett jogsi, és akkor ilyen, azt hiszem másodosztálynak hívták, akkor rally, tehát ilyen trabant, pimpelés, meg mit tudom én ilyenekkel mentem. Aztán utána a katonasság is, akkor igazából ez az autós sportos dolog, ez, ez megszűnt oké, okay. itt viszont picit azt érzem, hogy mondod most ez, hogy nem is tudod pontosan, hogy most milyen kategória volt, vagy milyen osztály volt. Tehát, hogy azért a szerelem volt, de azért inkább hobbinak tekinthető, nem? Vagy azért annál erősebb volt? Ö, szívesen csináltam volna, tehát, ha van több lehetőség. Mm -hmm. mindamellett egyébként az átkosban azért, azért volt, tehát mert azt hiszem, hogy 80 forint volt, vagy 70 forint volt a versenykaszkó, tehát egy ilyen sokadosztályúnak hmm. is, meg, meg ilyen, ilyen apróságú, tehát meg akkor voltak ezek a nagy egyesületek, tehát a volán, a főtaxi ese, meg ahol azért kerültek ki komoly bajnokok, tehát nem annyira a, a kevesebb pénzre is hozzá lehetett jutni a lehetőséghez, de az a kevesebb is akkor nekem sok volt. Igen. És akkor a katonáságnál hát nyilván ott volt egy kis leállás, Igen. és utána ö, újra fölvetted a csizmát? Nem. Nem, nem. Ö, tehát a, a motorozás kvázi az, az ö, folytatódott, de abszolút, tett ez a közúton. Mondjuk ne, szerintem az életbe talán 60-65 ször volt szerencsém, hogy életben maradtam, ebből egy ilyen 60-at lőhettem el ott a 25 éves koromig, tehát... Igen, akkor hirtelen kerültek be a, nem a nyugati technikák, hanem ugye a japán motorok, tehát amik úgy indultak el a MZ-hez, meg panóniákhoz képest alattunk, hogy levegőt nem kaptunk, és ott, ott nem voltak meg ruhák, meg én egyébként azt szoktam mondani, hogy az utóbbi 30-40 évben a, motorba, a motorozásban nem a motorok fejlődtek nagyot a teljesítményben, akkor is volt már erős motor, tehát az nem kaland. A, a gumikban van nagy fejlődés, meg a ruházatban. abban van mély Zsoló barátom a télen, nekivágtunk ilyen MZ simpson hogy mi elindulunk a, ki a hopokba. vácig eljutottunk, de csak azért nem fagytunk meg, mert annyiszor csúsztunk el, hogy mire felállítottuk a motort, újra kimelegettünk. De tudod, ez az exportból visszamaradt május egy ruhagyár bőrterméke, amit Népszabadság című újságpapíra vagy népszavával béleltünk ki, mert az volt a termó és a protektor meg... is gondolom egyben, igen. A az is, meg a kiskörös is isak, tehát ez nem párásodott, mert mindenhol fütyült a szél. Úgyhogy, hát ez, utána szúrták is az arcüregemet egy párszor, már begyulladt. Tehát ezek ilyen ilyen sztorik voltak. Hát gondolom azért ezt elég sokan átélték meg, hát nyilván ott ez nem volt más, jó igen, volt ez is, azt ez... aztán próbálkoztunk, valamivel el kellett ütni egy szombat délután, mondjuk egy ilyen, ilyen sztoriban. Igen, Igen. Ú, azért ez, ez, meredek, de ezek jó, jók ezeket a sztorikat hallani, mert, és jó, hát nyilván mosolyogva emlékszel vissza, hát akkor nem biztos, hogy annyira széles volt hát a Hát az tehát, mert kellettek ezek a kihívások minden, de nem volt versenyzés. Aha. Nem volt versenyzés. Egyébként most, hogy mondtad ezt a 60-65 igen szerencsés pillanatot, voltak nagy perecek? Mert most ez, amit mondtad, hogy állítgattátok fel a motort, meg, megcsúsztatok vele, ja. azért de voltak, nem az... Voltak, -hmm. voltak, voltak. Tehát akkor is... A, valahonnan már akkor lőttem egy ilyen nagyon vastag bőr ö, nadrágot, tehát már komplet kiképeztem magam, hogy kombinált fogóval, meg három évű tűvel, hogy lehet újra varrni, mert minden egyes esésnél, tehát a bőrnek semmi baja nem lett, de a varrásnál elfoszlott. Hm. De ezeket megcsinálni. Voltak, de szerencsés, de nagyok is. Tehát a, volt olyan 24 órám, hogy csak a János kórháznál azt a nagy kanyart mind a két irányba sikerült le testelnem. De... Azért ez nagy. És akkor semmi, tehát tényleg megvart az ember a nadrágját, és akkor más, vagy még aznap 24 órán belül a jelenkező irányból is sikerült megfognom az aszfaltot. Tényleg aranyosak voltak, pont a mentősök látták a sztorét, hogy ilyen, mit, ilyen 30 méter csúszás után az aszfalt, én telitalpa elkaptam a patkát, mm. és ilyen fejjel be az 56-os villamos sinei közé, és jöttek oda, hogy mi a baj, mi a baj, és mondtam, hogy nagyon fájas. Igen, Tehát Jó, <laughs> ennyi, azt oda ennyi verted, volt, de ennyi volt. Aha. Tehát, hogy amiből sokkal nagyobb balesetek lehettek volna, vagy sokkal kisebb sztorikban láttam súlyosabb sérüléseket. Tehát, igen, ennyi volt. Ez furcsa visszagondolni, most ö, ö, vezetéstechnikai oktatóként, instruktorként ö, eszedbe jutnak ezek a, hát ilyen, nem tudom, túlkapások mondjuk a fiatalkorodból, hogy mi az, amit, hú, azért az ott necces volt, meg erős volt, abszolút, vagy nem abszolút, kellett volna. meg ezekből, ö, igen, de, és ez szoktam azt mondani, hogy minden fejben dől le, és nekem akkor a fejem mm. még az ilyen volt. Tehát egy kicsit ilyen bevállalós és ö, káoszos, igen és hát szerencsére ez nyilván változott, mert hogy itt ülünk és beszélgetünk. Így van. Tehát ennek köszönhető. De egyébként az, hogy vezetéstechnikai instruktor lettem, tehát az is egy balesetnek köszönhető. Ö, ott nem én voltam a, a hibás fél, hanem a tehát aki, aki nekem vagy nekünk jött, motorral, egyébként motorral frontális képzelje. Így. És de, teljesen láttam, tehát, hogy, hogy miket hibázott, például tekintet rossz megválasztása, a pici első fékcsíp, és ugye annak ilyen felállító hajlama van a motornak, és akkor ebből volt egy csúnya, tehát ilyen hat hónap mankózás. Júj! És akkor körülbelül a március-áprilisra jöttem ki ebből, tehát úgy, hogy kicsi segítséggel, de tudtam járni, meg motorülni, és akkor kezdődött el ez a... hogy, hogy ezt a oktatni kell, tehát, hogy hogy, csak annyi, hogy rossz helyre nézett az ember, tehát is ettől hmm. majdnem ott, mert a akkori ö, éppen gyermekem édesanyja is velem volt, tehát őnek is súlyos sérülése ö, lett ebből, tehát hogy ott azért sokkal maradhattunk volna még rosszabb helyzetbe, és annyi csak, hogy nem tudja az ember, hogy mit csinál, hogy hova néz, tehát a, most az ellenfél, úgyhogy és én ezért is szeretem a munkámat, nem azért mert reggel korán föl lehet kelni, és bójákat lehet pakolni a pályán, meg, meg ilyesmi, hanem, hanem tudom azt, hogy ez közvetlen értéket ö, tud adni más embereknek, és, és, és hála is nagyon, nagyon sok visszacsatolás is jön arra, hogy de jó, hogy ezt megmutattátok, de jó, hogy ezt megtanultam nálatok, eltevvel ezt, vagy azt tudtam elkerülni. Milyen érdekes, amikor Dodor itt volt a stúdióban, akkor hát ő nem kell bemutatni szerintem senkinek. Van egy stílusa és van egy, van egy karaktere, és, és, ugye ő is a kanyarodás képzés és mindenféle képzéseket tart egyébként is, és, és pont azt a visszaigazolást mondta, hogy ez neki mennyire érdekes volt, és mennyire értékes volt számára is, annak ellenére, hogy egy őrült a mai napig, hogy, a, hogy egy srácnak a barátnője írt, hogy elmentek két hétre Horvátországba motorozni, és hogy előtte a srác elment hozzá, és hogy nagyon köszöni, mert hogy voltak olyan szituációk, amikor amikor érezte hogy a srác már másképp mozog a motorral, és hogy így teljesen rendben ment minden, és ő köszöni a Dodornak, hogy itt vannak, és éppen megúzták a dolgot. Tehát azért ez valahol egy, egy ilyen tényleg hihetetlen érzés lehet ez a visszacsatolás. Igen, meg, meg ezt egy látod is. Úgyhogy Egyébként Dodornak is nehéz munkája van, mert tehát ő... Kicsit mást oktat. Na, tehát amit. Tehát én például, aki nála volt, és jön hozzánk, tehát ahogy beáll a parkóba, megmondom, hogy ott volt. Nem feltétlenül ez mindig jó értelemben, de. <laughs> Szúrkapiszka azért vele, hogy itt végeztem. Na jó, János kórháznál oda-vissza eldobtuk, stb., és akkor ott még nyilván játszott el a tűzzel, meg, meg még azért főtt a fejed, és, és is azért ez benne volt. Na most, amikor gyorsasági motorra megyünk, illetve gyorsulásra megyünk, ez hogy jön a képbe például? Hát ez az, az úgy jött konkrétan, hogy akkor unatkoztam. Te, a, a, Hányan vagyunk így, nem, és felülünk nem. egy hajabúsára, igen. Ö, ugye ez meg volt állán ez a motoros, akkor elkezdtem, tehát volt ö, többet magammal egy egy üzletünk, tehát ahol európai márkákat mi kezdtünk el importálni, és ezekkel a haddnagyózsékhoz, tehát a kumadarosi gyorsulási versenyekre elkezdtünk lejárni, kiállítani. Uh -huh tehát kiállítani a, a, a mocikat, és akkor ott voltunk. És akkor, de hát akkor teljesen más kávéház volt kiskulat, vagy ö, kumadaras is, mert tehát poros betonon azon a az oroszok által ott hagyott kifutón, szalmabála volt a oldalkordon, tehát ilyen piros -fér szalag elválasztotta a nézőket a szágúdozó motoroktól, de hát azért nagyon ilyen utcai, ö, nem voltak még épített vasak igazából, illetve ami volt, az nagyon kevés volt, meg ilyen itthon reszeltek voltak. És tehát így kezdődött el, lejártunk kiállítani, viszont sokan voltak, 8-10-12 ezer néző nem volt ritkaság május 1-én vagy augusztus 20-án, és akkor a, mondhatok márkát. De nyugodtan Már persze. az egyik márkánk az a Triumph volt, és a Triumphnak akkor volt egy ilyen, akkor jelent meg egy 2300 köbcentis krúzere, a Rakett három névre hallgató tudsz, ami hát erre teljesen alkalmatlan jószág, ilyen magas kormány, kicsit ilyen szülőszékes pozíció. Meg, és akkor... Szülőszékes, az milyen jó, igen, elég leíró. És, igen. És akkor ilyen poénból beneveztem avval. De nagy gumi volt rajta, nagy hangja volt, füstölt, amikor elindultam, tetszett ott a, a népeknek. Nekem is, és akkor a következő tavasszal megjelentem egy ilyen rakettel, amit télen egy kicsit reszeltünk, tehát meg lett nitrózva, meg mit tudom én. Kicsit reszeltünk, meg lett nitrózva, és, és... Igen. És akkor már ilyen ország, a competition az a legnagyobb kategória, ott kezdtem el menni vele, és az ilyen országos bajnoki, mit a második, harmadik helyek úgy kicsöppentek, de inkább azért, mert megbízható volt a technika a nagyon hegyezett motorokhoz képest. És akkor avatá egy vagy két évet így mentem, és akkor mondom, akkor váltunk egy rendesre, illetve, hogy, hogy ezt megcsinálom rendesen, de aztán rájöttem, hogy itt van egy értékes motor, tehát hogy én ezt elkezdem a vázát szétflexelni, meg áthegeszteni, meg minden, lehet, hogy ráköltöm még egyszer a motornak az árát, és lehet, hogy nem lesz jó az irány, mert valahogy ezt nem véletlenül kitalálták, hogy lánca kéne hajtani, nem kardán, hát ilyen apróságok. Na mm. és akkor volt, hogy a megvettem életem első dragmotorját, azt még pedig Svédországból, Wulföggétől, az prostok bajnok volt a, a motor is, meg az ember is, tehát az előző évben, és akkor kifutottunk a barátommal ma megvenni ugye ezt a szerkezetet, ahol egy ilyen garázsba, egy ilyen Harley garázsba elmagyarázták, hogy hogy kell beindítani, meg, meg hogy hogy kell vele menni. Én ott nagyon ügyesen bólogattam erre, és akkor jöttünk haza, és úgy érkeztünk meg, hogy mondjuk fél kilenckor megérkeztünk, és egyébként aznap már, ja, kumadaráson, és aznap már verseny volt, tehát már gyorsan menni kellett, hogy kvalifikációt lehessen futni, és akkor ott próbáltuk visszaidézni a gondolatokat, a a mondtak, hogy beindítani. hogy kell beindítani, meg hogy kell bőrnagyolni, úgyhogy semmiből kezdtük el ezt tanulni, és tényleg, tehát a az, az egy 2600 köpcent is uh, Harley blokkos, ilyen nagy kerekes, kitámasztos, ilyen, ilyen rettenet volt. De jó volt, mert aztán első évben avval már sikerült bajnokságot nyerni, akkor utána jött a következő ilyen motor, akkor megint volt egy kis szerencsém, tehát volt egy cég, amelyik támogatott, és akkor például 2010-ben már az egész Európa bajnoki sorozatot sikerült végig menni. És uh, aztán most ezt abba hagytam 18-ba, tehát egyelőre a competition kategóriában állam van a rekord, az volt, se uh, döntötték meg, hogy egyik pillanatra a másikra ez így, így elmúlt, de addig nagyon sok uh, szerelés, uh, utazás minden volt vele, ugyanakkor iszonyat sokat köszönhetek nekem. most túl azon, hogy ha rágondolok, akkor is följebb van az adrenalin szintem, meg szerintem nagyon kevés emberül olyan járművön, most teljesen mindegy, hogy, hogy, mi az, ami egy nagyságrendeg egy, egy másodperc alatt van nulláról százra, tehát azért ezek egy élmények, de, de az még egy élmény, hogy rengeteg érdekes embert ismersz meg. Egyrészt, amikor valamit meg kell oldani, egy műszaki problémát. Tehát, hogy persze működik a légiposta Amerikából, de az csak pénzkérdés, de rájöttem, hogy itthon sokkal jobb szakik vannak, hmm. mint az USA-ba. Tehát, mert olyan alkatrész, ami állandóan onnan rendeled és szétszakad, azt itt, mit tudom, én dabason, meg Egerbe, meg ilyen helyeken, tehát diós is annyi, meg ezek a régi csodák, emberek szakik, ezek megcsinálják jobban. És akkor ezeket meg tudtad ismerni. Vagy például az, hogy, hogy, mentem nemzetközibe, hogy most is egy két hónapja volt, hogy ér az egyik svéd haver, tehát 2010-ben versenyeztünk utoljára, azért most 22 van, hogy figyelj, a motorom a Bulgária felé, ezen meg ezen a napon leszek Budapesten. Találkozunk. És írta neki, hogy Toni, persze, gyere, itt fogsz aludni mi nálunk, tudod? és akkor jön, és akkor beszélgettünk a, a, régi közösökről, és az az érdekes, hogy például van három-négy ember is, aki a régi közös ismerősök közül meghalt, és egyik sem motorban esetben, Hű. vagy autóban esetben, hanem mondjuk rákban. Tehát, hogy ennyire profán dolgok is vannak, de hogy ezek így megmaradnak, ezek a nexusok, vagy én is megyek külföldre, és akkor van olyan, tehát, hogy hú, itt volt egy versenyző társam, valami rájök, és persze, gyere be, vagy... Szóval ezek ilyen jó dolgok, tehát ez, ez a tied marad. Ez olyan kapocs akkor... De érdekes. Ugye azt szokták mondani, hogy, hogy úgy lesz ö, valaki milliómos ö, borászatból, hogy előtte milliárdos volt, mert o, olyan mennyiségű pénzt kell ebbe belelapátolni, hát gondolom ez valami hasonló analógia azért itt is van. Abszolút. Tehát például ez a dragozás, szerintem ilyen kilométerköltségben, vagy fajlagosan levetítve talán holdra szállás lehet drágább, ez semmi más. Elkezdtem egyébként nyolc éve golfozni, az most nagyon szerettem, meg tetszik, meg leköt. És amikor elkezdtem, akkor mondták, hogy hű, jó drága, sportot választottam. Ti nem tudjátok, a jöttem. Ti nem tudjátok, mi a drága egyszer visszaengedem a gázt, és szétmegy a váltom, tehát az annyiba kerül, amennyiből két szezon elgolfozol, de úgyhogy minden játéknál hagysz 20 labdát, akkor is kijön belőle. Tehát nem, nem ez a drága. De érdekes, és a, tök, amit mondtál, hogy ugye milyen szakemberek vannak itt Magyarországon, és akiknek tényleg még a kezébe benne van, vagy a fejébe benne van, hogy mit hogyan kell megcsinálni. Azért ez egy speciális dolog nyilván a, a, a dragozás valóban úgy van kialakítva, vagy úgy van összeállítva maga a motor, hogy legyen benne egy olyan gyenge láncszem kvázi, aminek el kell szállnia, ami inkább azt szálljon el, mint mondjuk a blokk sérüljön, vagy a váltó. Hogy van, hogy van ez összerakva? Na, nem ilyen tudományos ez, hanem mm, tehát a, nekem most meg, sajnos megvan a motorom, egyébként itt mondom, hogy eladó. A -e lehet jelentkezni. Bizonyára Igen. olcsó. Igen. Egyébként, ha, ha összeveszed darabokból, valószínűleg, hogy háromszor, négyszer annyira jön neki, mint hogyha most azt mondom, hogy itt van, és el lehet vinni. Na, szóval, tehát ez, amikor maga a blokk egység mert valami szériához kell kötni, aztán utána semmi nem igaz, tehát mondjuk csak a maga a blokkház, vagy egy-egy alkatrész, ami gyári, mert utána minden speciális. De ez, amikor megszületett ez a motor, mondjuk volt 1100 köpcent, és 80 lóerő kijött belőle. Most 1640 köpcent, és 450 lóerő van kisajtolva. Tehát, hogy itt egy picit nem úgy van behajt, vagy picit nem úgy csinálsz valamit, 3-4 kiló üzemanyagot égetünk el 400 méteren. Tehát, hogyha az nem ott kapja a szikrát, hogy kell, ott minden törik, minden szakad. Ilyen volt egyébként? Igen. Elég sok. Mert azért ebben az a meredek, tehát, hogy akármilyen hány, milyen videót, meg ilyen összeállítást látni a neten is, a, ezeknél a, 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 gyorsulási versenyeknél. Tehát ugye az a... Ha baj van, nincs, nincs kis baj. Igen, tehát hogy az viszonylag látványos, na, pláne mondjuk egy motornál, ahol én voltam Kumadarason, egyszerűen hála Istenek egyik ismerősöm, ők időméréssel foglalkoztak, hogyha jól emlékszem, és akkor mondta, hogy menjünk el, mert tök jó buli, és álltunk, és mondta, hogy, hogy fogjam be a fülemet. Jó, hát hang, vagy nagy kell. Jó, így megfogtam. És ne, inkább úgy. Aha. És akkor kezdtem érezni, hogy, hogy egyébként egy humoros valaki volt, de hogy ezzel most nem viccel és amikor tényleg a, a, a nyomás rajta, tehát az első sorban, hát valami eszméletlen, és tényleg hát a szemedet egy, egy pillantás alatt már ezer méterre vagytok, tehát, hogy ott elszáll valami, és a tempó az azonnal megvan, tehát, hogy ott, ott azért ez vakmeleg. Igen, ez, úgy lehet, hogy egyébként jól azt is csináltam, tehát, hogy hogy egyrészt láttam, hogy mik történhetnek, meg elképzeltem, hogy mik történhetnek, és akkor ugyan minden este, tehát lefutattam egy-két tökéletes menést az agyamba, meg ha valami történik, akkor mit kell, vagy mit reagálnék Aha. rá. Mert ez ugyanolyan, mint a vezetés technikai tréning, csak ott ugye gyakorlatban meg tudjuk csinálni, erre nem tudok gyakorlat az, hogy fölrobbanok egy pár <laughs> szóltán, hogy akkor mit reagálnék rá. Tehát Majdnem jó ezt, volt. Ezt, hogy előre kitalálod, és akkor <laughs> amikor ott van a mozin annál kockánál, akkor elhúzod a megfelelő megoldást és működik. De, Aha. egyébként nekem az ilyen agyban tréning, ezt el szoktam mesélni a, a most nem mondom azt, hogy vannak, hanem amikor ott vannak nálam ö, ügyfelek is, tanítom őket. Hogy az volt az első tapasztalatom, hogy ilyen 13-14 évesen, fekete-fehér volt még nyomtatásban az automotor, és olvastam egy cikket, hogy az NSK közlekedés ö, és mérnökök akkor kezdtek el az nsk ba kötelezővé tenni a bukós isakot, hogy miért kell, meg hogy az, az, egy nagyon veszélyes dolog, amikor motoros autóba oldalról megy bele, mert ahogy az ütközés pillanatában előre csúszik a tankon, zombia megakad a kormányba, és ugye ez egy ostor csapás szerűen a fejmozgását felgyorsítja, és belefejjel abba a tetőkeretbe, ami minden autónk a legkeményebb pontja. És hogy azt is írták ezek a NSK kutatók, ezt azért mondom direkt az nsk hogy azért tudjuk, hogy korba hova tesszük ezt a történetet, hogy ilyenkor az lenne jó, hogyha a motoros az ütközés pillanatába fölfelé el tudná rugni magát. Hmm. És ez nekem ez nagyon megmaradt. És jött a tavasz, a húsvét, és Budakeszin mentem a gyönyörű Simpsonommal, a Reed Farmer volt rajtam, két Reed vettél egy Simpsont, tehát az annyiba került. És ahogy mentem, észrevettem, hogy a olajos benzin, a tanksapka alól, egy picit így a tanknál egy szivárog le a térdem felé, tehát magyarul veszélyben volt a rig és akkor benyúltam az ülésem alá, mert ott volt egy ilyen törlőkendő, és akkor letörölgettem azt a vacskot, visszaraktam, és fölnéztem, és egy ilyen fecskafarkú Mercedes állt előttem, pont a buszmegállóban, és régen tudod, a buszmegállókat onnan lehetett felismerni, hogy az buszmegálló, hogy ilyen vastagon ilyen olaj sárált rajta, hmm. ami folyt ki az akkori technikákból. Én ráfékeztem, és az én najman gumim az még talán egy kicsit gyorsult. és, és így eltaláltam hátulról a, a mercit, és dobbantottam. Tehát nem oldalról volt az első teszt, hanem hátulról, és így dobbantottam, és tényleg egy ilyen nagyon enyhe érintővel a mercit tetején... Ilyen... Átrepültél, igen, de mint szándokán, tehát így megérkeztem ott előtt, semmi bajom nem volt, tehát még a farmeromnak sem, és akkor futottam hátra, hogy mi van a, a motorral, és akkor ilyen, ilyen dízel lehetett a, a, az öreg, az már akkor is öreg hmm. volt az a állóámpás fecskefarka, és egy ilyen nagy korom felhővel eltűnt. Valószínű, hogy húsvét volt, tudod, piászhatott, Aha, vagy, vagy volt a ilyen, a, az ember, inkább ott hagyott engem, tehát nem törődött vele, hogy a lőkárítója mondjuk sérült, és akkor tehát, hogy azért mondom, ebben az egészben nem is a farmerom volt a lényeg. Hanem akkor csak... igen. <laughs> akkor igen, de hogy az, hogy előtte, mit tudom én, hetekkel, hónapokkal olvastam ezt, és ez így rögzült, hogy hogyha ilyen van, akkor ezt fogom tenni. Hm. Tehát, hogy ezek nagyon fontos hm. dolgok, hogy lehet így fejben is tréningezni, de azért nem minden, tehát én azért hiszek abba, hogy akár autó, akár motorba meg ugye nem titok, hogy mi a, a BMW-nek az Instruktor Akadémián nevelkedtünk már mind, akik velem dolgoznak a, a cégünkbe és itt most nem a portékát akarom domborítani, hanem most már mondhatjuk, hogy 50 éve a BMW kezdte el először azt a tudatos fejlesztését a pilótáknak, mind autósoknak, mind motorosoknak, ezért őnekik van a legnagyobb ö, tudásuk, meg, meg úgy össze van rakva a tréning tematika, hogy az tényleg abba az adott időben, a legrövidebb időben a leghatékonyabban tudjon fölkészíteni mindenkit az utcaán, ö, a, az utcán előforduló leggyakoribb vészhelyzetek kezelésére. És ott az ő ö, pszichológusai, ö mondják azt, hogyha valaki kétszer-háromszor egy ilyen tréningen jól meg tud csinálni egy helyzetet, az iszonyatosan le fogja rövidíteni a reakcióidejét. A rehabilitációját. Igen, mert, mert nem akkor kell gondolkodnia, hogy kitalálja, hogy mi van, hanem akkor benne Csak van. Előveszi. Igen, előveszi. Tehát azért ez egy nagyon fontos dolog, mert ilyen, ilyen motoros, meg autós, ilyen kocsmai hazudozások, nem is szoktam olyan sztorikat hallani, Tött, hogy mentem 400-zal, és akkor láttam, hogy a, kiugrott a vaddisznó, de mögötte jön a traktor, és akkor gondolkodtam, hogy mit csináljak, meg elcsúsztattam a motort, és mondom neki, az ilyeneknek történik, itt vagy, élsz. Hanem ha volt időt gondolkodni, akkor az nem volt vészhelyzet. De a vészhelyzetnek az a lényeg, hogy nem küld se e se sms az jön. De ott nincs idő agyalni. Tehát ott kell, tehát felismered, döntesz, cselekszel. Pá. Utána majd kiderül, hogy az a cselekedet, vagy az a döntés, tehát az jó volt, rossz volt, és, és ezért fontosak egyébként ezek a tréningek. Ö, olyan érdekes, hogy, hogy minden mellé megvan ez a, a, a biztonság és az edukáció oldala terjészedről, és azt mondod, hogy 18-ban még ugyanúgy ment a, 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 a drag, tehát hogy, illetve 18-ban hagytad abba, ugye. de hogy úgy, kicsit úgy két pólusát érzem ennek a dolognak. Annak ellenére, hogy azt mondod, hogy azért mindig végig gondoltad, mindig nagyon profint tühtigen álltál oda, és tudtad, hogy mire számíthatsz, de hogy ugye, tehát hogy ugye, mint a gyertya két végeig ne egyszerre. Ö szerintem ez nincs messze egymástól. Tehát hát a Dragon én is a, mondjuk az alkotás után mentem, hanem arra megfelelő helyen. És sokkal, tehát akkor ott legyünk ügyesek, vagy akár amikor kimegyek versenypályára, most mindegy autóval, motorral, tehát most is, de megyek én, tudom azt, hogy, hogy, Ö, nem annyira az élen, ö, vagy nem olyan határon, tehát nem az, hogy vagy sikerül, vagy nem, mert, hmm. mert azért az ember ilyenkor ebbe a korba tudja, hogy mi az, hogy fáj, meg most leesnek erről a székről, onnan is nehezen kelnék föl, de, de, tudom, hogy mire vagyok képes. Tehát, és pont a dragot is addig csináltam, amíg úgy éreztem, tehát, hogy, hogy rendben vagyok, szeretem, akarom. Amikor észrevettem azt, hogy esténként, tehát el tudok aludni anélkül is, hogy nem gondolnék arra, hmm. hogy hogy néz ki egy tökéletes menés, meg már fáraszt a pakolás, meg a, a szereget, és akkor mondtam azt, hogy akkor ezt nem kell röltetni. Tehát, hogy ennyi. Tehát ez így megjön ez a, a pillanat. És a tehát nincs mindenáron hogy mondjam, amilyen bizonyítási kényszerem. Tehát a közutakon, tehát Tudom, hogy hol kell vigyázni, nem szoktam belepírulni, hogyha túlépem esetleg a megengedett sebességet, de nem ott, ahol tudom, hogy az veszély lehet másokra vagy magamra. Tehát, mert az megint más, hogy hol szokták ellenőrizni a sebesség túlépést, meg hogy hol kellene. Tehát, hogy a kettő között mindig nagy különbség van mi nálunk, de hát, hogyha a trafibaxnak Paxnak terve van, akkor annak meg azt teljesítenie kell. Besenyei Péter, amikor itt volt, akkor pont azt mesélte, illetve az volt az árz tulajdonképpen, hogyha ismered azt a szerszámot, és legyen szó most autóról, motorról, repülőről, bármi, ismered, pontosan tudod azt üzemeltetni, kezelni, akkor az nem veszélyes. Vagy teljesen mindegy, hogy most egy repülőről beszélünk, vagy motorról, meg, vagy egy drágról. Meg, hogyha tisztában vagy a saját határaiddal, meg a saját képességeddel. Itt mindig az a legnagyobb baj, hogy amikor, amikor az emberek megpróbálják túlvállalni magukat, vagy azért csak mert jött a lilagőz, vagy azért, mert tudom, olyan rövid szoknyű mellett, hogy hirtelen most ő mindent meg akar mutatni, tehát hogy, hogy, vannak ilyenek, tehát amikor az ember ö, kilép a saját komfortzónájából, átlépje a komfortzónájának a határát, tehát ott, ott jöhet a baj. De épp ez az, hogy, hogy, tehát, hogy ez mindenkinek máshol van ez a határ. Tehát, hogy ki mire képes, vagy mivel mire képes. Hogyha egy picit visszamegyünk az időben, ugye most ö, nyilván rengeteg új autóval ö, foglalkozol, te is tesztelsz, autós műsor fut, a biztonság technika nyilván rengeteget fejlődött az utóbbi időben. Vissza is. Vissza is. De menjünk tovább. Oké, okay, akkor lehet, hogy ugyanarról, vagy ugyanabba az irányba megyünk. Mi mennyiben fejlődtünk, vagy mi tudtunk fejlődni? Vagy mi fejlődünk vele, vagy pont kiveszi a kezünkből azt, hogy hogy nekünk foglalkozni kell ilyen bizonyos dolgokkal, mint például a terepviszony, hőmérséklet, útviszony, stb. A következő tudom erre mondani, tehát a bekövese, bekövetkezett sérüléses baleseteknek közel 90 a 86 százalék abszolút vezetői hiba. Ez 50 évvel ezelőtt, amikor a BMW elkezdte ezeket a képzéseit, ez akkor ez ennyi volt. Most, tehát az 50 év alatt el tudjuk képzelni, hogy gumiba, technikába mit fejlődtek az autók. Most gondoljunk bele, hogy 20-25 éve van, vagy 30 éve van mondjuk ABS. Akkor nem volt. Most ugyanott tartunk tehát százalékba. Tehát <laughs> Jaj, mi vagyunk, Jó. Tehát minél jobb portékát adnak el alánk, annál felelőtlenebbül megyünk. Minél több a légzsák, annál jobban nem érdekes, mert úgy, kínálik, majd kinyílik, a, a, a biztosító kifizető, aztán megyünk tovább, úgyis már untam ezt a szintet, hogy, hogy nagyon felelőtlen vagyunk. Én egyébként a úgynevezett vezetés segítő asszisztenciákra, amikkel a, ma már mindent felszerelnek, ezért haragszom. Mert a balesetek mindig abból voltak, hogy az emberek nem figyeltek oda. Nem törődömségből volt. Most, amikor elmegy, megveszi a bótba az autóját, és ott van benne, hogy gyalogos előtt és felismerő rendszer. Pipa. Ütközés elkerülés. Pipa. Majd ő megoldja hát még annyira se fog odafigyelni. Hm. És ezért rettenet azt nézni, mondom, ami megy a, a, az országutakon, meg a városba is, tehát, hogy mindenki annyira a social médiában és a telefonjában van burkolózva, miközben autót vezettet, ami egy ilyen veszélyes üzem, tehát akár hogy nézzük, mert majd az autó megoldja. Tehát ilyen nincs, a mesében nincs. Tehát rossz az üzenet ennek az egésznek, és a tehát ezt valószínűleg egyébként az autós Autógyártóknak a, a marketingje is vit, elvitt a rossz irányba, mert, mert vezetés-segítő asszisztencia. Tehát nem az van, hogy majd helyette cselekszik. Mert én ugye akkor, tehát a forgatásokon is, vagy akár lenne a, a tesztpályánkon, tehát én azért ezeket kiszoktam próbálni. Elmondom, hogy marha jó játékok ezek, csak az eseteknek a 90%-ában, amikor kéne, akkor marhára nem működik. Vagy ami. ami Mostanában egy ilyen trend, hogy a maga a menet rendszer vagy st stabilizációs kontroll, ami van az autókban, tehát amikor csinálok egy vészhelyzetet, hogy elkerülje, tehát akkor nem segít, hanem árt tényleg ehhez már nem mondok, mert tehát nincs annyi pénzem, hogy ezeket a tereket kifizessem, de, de konkrétan kipróbáltunk nagyméretű prémium súvokat, tehát amivel egy alap 130 km per órás kettős elkerülést nem lehet megcsinálni, ugyanezeknek a modelleknek az egy meg kettő generációjával ezelőttivel meg meg lehet csinálni. Akkor én nem értem a fejlődést. Tehát rossz irányba avatkozik be a rendszer? Aha. Igen. Tehát komolyan, és... mire van kitalálva? Tehát, hogy milyen, milyen nem olyan tudom, körülményekre én, vagy? Én ar és, és közben, tehát erről szól a minden, tehát, hogy autonóm vezetés. És én meg úgy gondolom, hogy egy olyan tesztelő, illetve mérnök generáció kiveszett, vagy nem él meg ebbe a témába a mai világba, akik tudták, hogy egy autónak, tehát egy autónak nem egy négykereken guruló iPadnek, hanem egy autónak mi a dolga, hogy hogyan kell az, hogy működjön, megviselkedjen. Ezek valószínűleg kivesztek, és olyan emberek tesztelik és adnak visszajelzéseket, például a mérnököknek, ami ezt az egészet ilyen rossz irányba viszi el. Mert azért abban nem tudunk, vagy talán nem titok senkinek, hogy van 3-4 gyártó a világon, az összes márka tőlük veszi ezeket a kütyüket, és akkor vannak a különböző polcok. Hmm. Tehát, hogy mi-mibe kerül, és én szerintem most már senki nem nyújtózkodik, de létre, biztos, hogy nem vesznek elő, hogy magas polcról vegyenek lecuccokat. Tehát... Hát meg ugye érdekes dolog, hogy ugye nyilván egy ö, ö, hagyományos ö, normál felhasználó ezekkel a rendszerekkel ö, mondjuk akkor találkozik, amikor vagy mondjuk jön egy hiba üzenet, mert nem tudom, hogy ABS hiba van, vagy bármi fel, kiírja az autó, hogy most milyen radaros se el kell vinni a szervizbe, hát vagy nyilván, hogyha mondjuk egy olyan kritikus helyzet ö, adódik, de Hát akkor meg mondjuk a te elmondásod alapján nem biztos, hogy utána még el tudja mondani, hogy de hát miért nem működött a nem tudom az hát ESZP. valószínű, hogy el tudja mondani, hogyha értene hozzá, de nem fogja tudni, hogy mi a baj, meg van annyi lézsák, tehát hogy ezért nagyon sok komoly sérüléstől megvédi őket. De. Ö... De nem tudom, tehát ez engem ilyen nagyon nagyon elkeserít, meg, meg, meg az, hogy hogy tehát nem igazi értékeket kapunk a, a, az autóktól. Tehát, hogy egy csomó dolgot tudnék sorolni, tehát hogy tényleg teljesen különböző a helyről, hogy ha már egyszer csináltak jót, akkor most miért csinálnak rosszabbat? Tehát, hogy én ezt ezt nem értem. És ugyanakkor, tehát minden most már másfélszer, kétszer annyiba kerül, mint mondjuk öt éve, vagy, vagy tíz éve ezelőtt, tehát úgy, ugyanazt a, a kategóriát nézem. És Szóval szerintem nem előre felé megyünk, még akkor is, hogyha nagyon nagy hurrá optimizmus van a forgalmazókban, meg, meg mindenkiben, vagy ilyen kötelezőből nyomják, de nekem sajnos nem ez a tapasztalatom. Az is érdekes volt, amit mondtál, akár arra is gondolva, az nagyon jó volt a négykerekű iPad hasonlat, vagy jelző, jól leírja a mostani autókat. Már nem is tudom, hogy ki volt, aki pont azt hozta fel, amikor beszélgettünk, hogy Ugye őt például ugye az, az, érintős központi kijelzők meg panelek, hogy ett, et agyvérzést kap. Tök meg tudom érteni, nekem nem ez van az autóban, de jó pár ilyet vezettem, amiben valóban ez van. Menőrendszer átgondoltsága, felépítése, stb. Teljes nonsens, már önmagában az érintéses ö, ö, kezelés szerintem nettó baleset veszély. Ez, ez, itt mondtad ki a kurszot. Még belerakjuk mi, tehát megvédünk, és közben játszál nyugodtan. Igen, tehát, igen. hogy valahol igen. nagyon furcsa, és értem, hogy az egész ugye egy ilyen hype, tehát ahogy a, 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 a suvokat is említetted, az is, miért le, mert neki már van nagyobb, akkor csináljunk még ennél is nagyobbat. És Aj, akkor szépen ez az ördögi kör így elindul, csináljunk baromi nagy autókat, amire kell, baromi nagy fék, baromi nagy kerék, hogy meg tudjon állni, ne Jó le nagy le a légellenállása. Út, baromi nagy a ne esse le az útról, mert És akkor majd esni. beleragunk egy mosógépmotort, és zöld rendszámmal hasíthatsz a, a szóval... az ingyen parkoló helyet felé. Tehát teljes káosz van így. Itt, igen, Én ez, ez egy nehezen megfejthető dolog, és hát ugye az az érdekesebben, igen, mert valóban azt gondolod, Minél nagyobb, minél bumfordibb, robosztusabb, annál biztonságosabb, és akkor és akkor mindenki biztonságban érzi magát. Nyilván van ebben valahol némi igazság, de hogy ezek a rendszerek valóban nem védenek meg mindentől és a saját hülyeségünktől. Nem, meg hát a fizika is, hogy másképp hat rájuk. Kanyarba az oldali irányú erő, csúszós úton a lejtő. Tehát, hogy pont tegnap volt forgatásunk, nagyon sok dolgom volt, nagyon kapkodós volt. Toyota Aygo X-et forgattunk, tehát élből nem a kedvencem a márka, szerintem ez, aki nézi a munkásságomat, tehát mindenki tudja. És amikor még elolvastam a szerkesztőnknek hozzá a, a levelét is, hogy ez egy igazi 72 lóerős, 1000 három háromhengeres, hát Mm, Megnyaltad a Meg, szemed. <laughs> kértem a kis motorkámmal a forgatási engedélyt, ami 1400 kb. érted. Átöltöztem, és akkor mondja a Norbert, azért annyira nem kell anyag, nem, 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 szerintem két perc elég is lesz, mert <laughs> elég színes az autó, tehát más nem fog eszembe jutni, és beleültem, és egyszerűen ő, azt hiszem el is mondtam egyébként a, a tesztbe, hogy arra jöttem rá, hogy ez olyan, ez az autó, meg az egész autógyártáshoz a viszonya, mint mintha itt most hozsannázunk arról, hogy hű, a PET-palaszk ez micsoda ördög elleni cselekmény, meg évtizedeken keresztül marha jól működött az üveg visszaváltó rendszer. Ezt most így elfelejtettük. Így van? És akkor küzdünk a műanyag szemét halommal, meg, meg mindenféle ilyen vacakkapék, marha egyszerű lenne. Tehát betéddíj, üveg, visszaviszem, kapok ért a pénzt, nem kell újra legyártani, nem kell tördeni, stb. Na, ez a IGOX X ez ugyanez. A Toyota, aki nagyon fejlett hibrid rendszereket csinál, és gyakorlatilag ő neki köszönhető, hogy, tehát, hogy ez így kifejlődött a világon, tehát rájöttek arra, hogy nem kell, hogy ezer kiló legyen egy autó, tehát amiben egy-két személy bejár és a P plusz R-be elhagyja, vagy hmm. akármit, tehát a városba tolakszik. Ha nincsen nagy motorben motor benne, meg kicsi az autó, nem kell rá nagy fék, ö, alacsony a rúgózatlan tömeg, olyan kanyar sebessége volt az autónak, hogy nem hittem el, vigyorogtam mind a tök, és nyomkodtam <laughs> ott a Eccleston körült jobbra-balra az autót, és nem bírtam 3 háromnál többet fogyasztani vele, és ehhez nem kellett varázsolni, hanem ezt tudja. Dehát, hogy, hogy, vannak dolgok, amiket marhára nem kéne feltalálni, mert már, már, készen volt a, a recept, Használni kéne, és nem pedig ezt az egész hókusz tenni. Most gondolj bele, hogy annak idején zsigulival jártunk, meredek, nem volt üvegfelülete. Kinyitott az a háromszög pillangó ablakot, tehát többször is a család életben maradt, amikor elmentek Balatóra fürdeni, meg vissza, tehát nem volt káosz, tehát nem kapott mindenki hőgutát. Utána elkezdődtek a lapos, nagy szélvődés autók, üvegházhatás, nem tudsz megmaradni bennük, csak úgy, ha megy a klíma és akkor, hogyha megy a klíma, akkor mit csinál? Ugyanannyit fog fogyasztani, mint a zsiguli klíma nélkül. Tehát, hogy mindent hype mindent pofozunk, és közben ugyanott tartunk. Tehát, hogy még mindig gőzgépekbe ülünk. De ennyi. Mi az, ami, oké, okay, nyilván a digitalizációval, meg a telefonos, ö, ö, itt a telefon nyilván, ami az npr 3 on lejátszott, nem nagyon nyomkodta senki az autóban, mert ez, nyilván rádió szól, vagy akkor még az úgy jó, még jó volt az is, vagy a kazetta, vagy a CD. De a telefonnal azért ö, drasztikusan megváltozott az autózási, ö, hát morál. Igen, és, és egyszerűen nem fogom föl. Tehát főleg ezekkel a, a, okostelefonok a érintő képernyős. Már azért régen a nyomógombossal, tehát hogy ezt a kezembe hmm. vettem, így néztem az utat, tudtam, hogy az ötös gomnál van a pozíció memóriám, volt egy bütyök a villentyű, és vakon megírtam egy SMS-t, hogy hívják később, kocsiba ülök, vagy kések, vagy vissza foglak hívni. Ezt ma nem tudod megcsinálni ezekkel a vackokkal, csak akkor, hogyha nézed, hogy biztos, hogy jó helyre nyúltam, és azt írta be, és akkor még van a szövegjavító, meg, meg, meg stb. De akkor is kéne akkor a fegyelem, hogy legyen az emberekbe, hogy fogják fel, hogy én, egy másodperc alatt. És hogyha egy egy szavas üzenetet kap, és ránéz, tehát körülbelül az az egy másodperc. Az, hogyha válaszol, az hmm. sokkal több másodperc az azt jelenti, hogy a sebességtől függően mondjuk 40 és 70 méter között megy vakon. Tehát, hogy fogalma nincs, mi történik előtte. És nem tudom, hogy ezek az emberek, akik ilyenkor ezt így élik, tehát, hogy, hogy telefonálgatnak, vagy nem is a telefon, mert kihangosítója van, aztán telefonáljon, tehát most nincs semmi semmikor, de ez, hogy, hogy, vakon mennek, hogyha egyszer előtt valakit, egy, egy, gyalogost, egy fölök, egy motorost, és ez meghal, vagy súlyos sérülése van, az hogy fogja megmagyarázni magának? Vagy majd letölt az internetről erre egy mantrát, hogy akkor ezen túl menjen? Tehát, hogy, hogy nem is gondolják végig. Mondom, csodákat látok a múltkor, de egy előttem lassú menet volt egy kis autó. Akkor robogóval, veszpáva voltam. És így mellé megyek, és így, így nem hittem a szememnek. Egy fiatal ö, lány ült benne, szerintem mind a kisebbik lányom olyan korú lehetett, ilyen 20-21 éves, jobbkézzel pörgeti a Facebookot, egy üvegtálkából piros gyümölcsöt eszik úgy, hogy a bal kezével azt csipegeti, és egy ilyen nagy fehér fülhallgató van a fülén. Tehát én nem láttam bele a profizmust, tehát hogy önnek ez így is sikerül. <laughs> és, ujjából, így közlekedik. De ma is ment előttem, ja, gyakorlatilag egy ilyen negyed órán, 20 percen keresztül egy nagy limuzin, és ö, csak én a teherautóval voltam, tehát azért láttam be, és folyamatos e mailezésbe volt az emberünk. Cserébe néha elhagyta a sávot, néha nem indult el a zöld lámpánál, t -t -t. tehát az a legkevesebb, hogy föltart, de, de ha valami történik és emiatt történik, akkor a, a, tehát hogy számol el magával, és, és nem tudom, hogy erre hogy lehetne rávenni az embereket, tehát hogy, hogy kampánya, vagy ugyancsak a instán, izén-bizén nyomjuk nekik a, a fejükbe, vagy a szemükbe, de akkor lehet, hogy ezt fogják nézni vezetés közben. <laughs> Igen, ez nagyon érdekes, hogy az, tulajdonképpen az összes ilyen baleset védelmé, meg baleset megelőzési kampány, meg bármi, amit próbálkoznak, tehát valahol mindegyik olyan izzadságszagú, és egy ilyen, hát úgy, valahogy nem, nem feltétlenül jön át az üzenet. Ez Nyugat-Európában egy kicsit ö, talán jobban űzik, és ö, Hát drasztikusabban is, tehát hogy azért ott jobban, vagy kicsit hatásosabbak azok az üzenetek, amiket Én csinálnak. egyébként úgy gondolom, hogy, hogy tehát erre kellene kampányokat csinálni, és tehát a, a rendőröknek is nem kéne nagy dolog, tehát robogókra csücs föl, menni, és akkor azt mondjuk, hogy tartunk egy hónapot, amikor csak figyelmeztetünk, és a második hónaptól ez nagyot fog szólni. Ja, értelek. Tehát a sor között menjen szépen, és... Hát ahogy én csinál, látom, tehát világos... ő is fogja látni. Persze. Csak én hiába magyarázok. Meg te tegnap is például nagy motorom, de úgyhogy a gyerek mögöttem ült, a fiam. Tehát nagyon hosszú része nem tudtam elmenni egy autó mellett, mert állandóan, tehát inkább átlógott a felező vonalra, mint vissza, és annyira gesztikulált, annyira magyarázott az utasának, hogy látom, hogy ez nem szándékos, csak egyszerűen fogalma nincs, hogy mi történik körülöttem, mert most valami teljesen más van. Jó, neki óvatosan elmagyaráztam, amikor végre mellé kerültem, hogy az a sárga lámpa, amikor világít itt a külső tükrödben, egy modern autóról beszélünk, az azt jelenti, hogy van valaki a holteredben, mondom, esetleg hátrányz, és látod, hogy te úgysem tudsz haladni. Én itt állok az elsőben a motorkerékpáromban, tehát a ah, jó lenne, elférnénk egyébként. Tehát kétszer is így egymás mellett de, és, és, ez nem, hogy mondjam, nem rossz indulatból csinálta, hanem, hanem úgy mennek az emberek, hogy, hogy ilyen, ilyen teljesen önzőségbe vannak. Tehát hmm. a saját világuk az ő autójuk, csak azt nem veszik észre, hogy ez egy társas játék, amit ugye együtt kéne játszanunk. Uh, ez egy jó mondat volt így a végére. Igen, ez, 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 ez érdekes, igen, hogy társasjáték, és valóban nem így gondolkodunk. Meg szarok ha nem fér nem fér el. Miha ugorjon át, ha nem Én tud ezek, menni. Ez lámpánál se indulja senki időbe. Hát ő az első. Hát úgyis át fog menni. Ő ha, átér. Ő, ő, ő igen. átér. Tehát az miért érdekli, hogy most három vagy négy autóval kevesebb tud ugyanazon a zöldön átjutni? Pedig Budapesten túl azon, hogy sikerült teljesen tönkretenni a közlekedő szervezését, de ez is nagyon ö, hozzátartozik ahhoz, hogy, hogy dugó van. Érdekes, itt szoktam nézni az ablakból, néha, amikor itt délután megy a dudálás, akkor szoktam nézni föntről, mint a terepasztal, olyan jobb aromi, jó baromi, jó, jó ilyen kis buli, és hogy itt a Márványusszánál vissza lehet fordulni föl a Királyhágó felé, és hogy tartanak akkor a távolságot, hogy nem tudnak már ugye kifordulni a végén, aki esetleg tehát nem a baz irányba mened, és ugye ilyen gyönyörű szépen így látszik, hogy így gyűrűzik végig az egész probléma, és onnan már szemből nem tudnak jönni, és kész beáll, a villamos nem tud elmenni, és a kör bezárult. És akkor ennyi. No, szuper, Igen. nagyon jól sikerült. Igen. És mi, természetesen mit látsz? Ülökben, dudálnak mögött, hogy menj már előrébb egymásért, mert nem tud kifordulni esetleg fölnéz, biztos nem nekem szól, és akkor jól el vagyok. Hát sőt, ugye szeret mindenki egyre nagyobb autóba ülni, de a vezetőknek a többsége úgy érzi, hogy egy B-oszlopig tart az autó, onnantól már nem az övé. Tehát, hogy úgy fordul be, úgy áll oda, hogy az, hogy kilóg, szágsor. Meg ugyanez a dugóban, vagy araszolás van. Tehát, hogy, hogy ha nem mész, mert hogy úgyis majd meg kell állni 20 méter múlva, tehát ezt a 10 ja, ez a, Én méterek... meg megvárom itt. Ez a... Igen. Hogy, tehát ezt úgy nehezen fogják fel az emberek, hogy mondjuk ez 50 kocsinál, kocs akkor plusz csinált ugyanazon az út az még másfél kiló, kilométer dugót. Tehát, hogy ez így nem jön le. Sokan ülnek háttal a moziban. a, Tehát, és, és a másik, hogy, hogy agglomeráció, meg, meg autó, én szoktam ilyen poénból számolgatni így a szembejövő járműveket, hogy hány autónként ülnek mondjuk legalább ketten egy kocsiba, és a, a nagy átlag az ilyen 18-20 között van. Hm. Tehát ez a reggeli dugóba, agglomerációba és bármi a megnézett. Tehát magyarul valami Kicsit jobban kéne szervezni az életünket. Hát érdekes azért, itt is benne van a mentalitás. Tehát ez a telekocsi történet, ami azért működik egy csomó másik országban, és a miért nem menjünk négyen együtt, hogyha ugyanabba az irányba megyünk, és ott mondjuk te felszállsz egy buszra, én megyek tovább, stb. Tehát valóban összeszervezük a dolgot. Az Azért kicsit mi úgy vagyunk, ha már megvettük ezt az autót, az csak én fingom tele. Tehát, hogy oda nekem ne jöjjön be senki, és, és nem osztozkodok én senkivel. Egyrészt, meg meg. Ö... Én a nagy vállalatokat sem értem, tehát a céges autókat. Tehát, hogyha olyan a munkaköre, tehát, hogy pont minden reggel ugyanoda érkezik be az irodába, meg onnan megy haza, miért? Miért kap autó? Ne kapjon. Kapjon másfélszer annyi fizetést. Aztán, hogyha napközben dolog van, vannak kulcsos autók, like mindegy, befoglalod a tárgyot, befoglalod az autót, majd napközben ki kell mennem, aztán akkor avval elmegyek. Tehát, hogy, hogy, az úgy van, hogy hát kifizetik a benzint, az autó se kerül semmibe, miért ne üljek? de másfél két órákat autóba tölteni, szintén, szerintem, hogyha az embernek egy kiszámítható napirendje van, az az őrület ne továbbja. Hát és azért valószínűleg nagyon sokan vannak ezzel. Tehát nagyon sok embert érint ez, amit mondasz. Igen. Mert én nem hiszem, hogy a kerékpár vagy a tömegközlekedés csak a megoldás, de az ellen lehet tenni, hogyha Budapestnek x kerületében laksz, akkor azért, mert azt mondták, hogy az nagyon jó iskola, akkor a gyerekeket nem kell a város túlsó oldalán iskolába beíratni, és közben egyébként meg a harmadik túlsó oldalán fogok dolgozni. De nem baj, mert a céges autó majd elbírja. Hmm. De hát, hogy, hogy ezek is rossz gondolatok, mert akkor vagy ide jár iskolába, vagy ott lakom, vagy itt dolgozom, tehát valamit, valamit kellene. Érszerűsítés a dologban. Igen, igen, tehát nagyon sokszor tehát ez a, az a agyatlanság van. És hogy abban nem gondolnak benne az emberek, ha én ezt csinálom, és más sok ezer ezt csinálja, tehát az így összességében hozza magával a a nem jót. Csak ugye itt is itt van az, hogy hát most jó, én csinálom, de hát mindenki más meg azt csinálja. Hát akkor, Nyilván az a példa, amit mondtál, ez a három különböző helyszíne, a térkép Igen. három legtávolabbi pontján, nyilván azt megérzi az ember egy idő után, hogy mondjuk ez így pocsék, vagy ez így tényleg a horror, és hogyha észszerűsíti, akkor rádöbben a saját bőrén, hogy Nézd, az nem, nem, is volt akkor a ökörség. Igen, hát ez a mutogatunk a másikra ö, ö, dolog, azért ez, ez, ez működik, ez egészen biztos. Hogyha megnézzük az üzemanyag árakat, hát a 4,80 még egyelőre kitart, ha minden igaz, akkor december végéig. Na most kérdés, hogy utána mi meg hogyan lesz. De hát ez a benzinár, ez egy dolog. A másik része viszont az, hogy hát a rezsiköltségek is, és tulajdonképpen minden rettenetesen inflálódik, tehát egy kicsit kevesebb van már a pénztárcánkban, mint ami ránézésre tűnik. Hogyha mégis autózunk, mert mondjuk muszájból kell autóznunk, Mire figyeljünk, hogyan tudunk spórolni. Mindenkinek van olyan kocsmai története. Nagy salátázások közben elhangzott beszélgetések, hogy ő bizony egy tankkal hamburgig, és még vissza Passauig Elment a 9 TD-vel, és stb. Hát ezeket nyilván a maga helyén kell kezelni de azért biztos, hogy van olyan recept, amivel egy kicsit racionalizálni tudjuk az autófogyasztását. Igen. A, a legfontosabb, tehát, hogy ne a telefonunkat nézzünk, hanem odafigyeljünk a közlekedésre. Már ezzel de... is tudunk spórolni? Hogy nem? Hogyha te nem csak azt nézed, hogy a közvetlenül előtted mi történik, tehát a földgyullad, nem gyullad, az előtted haladónak hmm. a, a féklámpája, hanem egy kicsit előre látsz, akár közelítesz egy körforgalomhoz, ki van téve, hogy 300 méter múlva van, akkor nem biztos, hogy még állni kell a gázon. Tehát ugye ezekkel nagyon sokat lehet, meg abban is sokat tud spórolni. Tehát, hogyha ha látod, hogy olyan megy előtted, aki éppen telefonál és a válaszadásnál elveszi a gázt, a kérdéseknél pedig rálép, akkor, hogyha te egy picivel ott nagyobb követési távolságot tartasz, akkor ezt a folyamatos lassítás, gyorsítás, nem kell lemásolni, tehát minél konstrasabb tempóval tudsz menni, az jó. Ugye nagyon sok a, a turbo dízel autó, tehát az, hogyha lassabban indulok el, mint egy csiga, ebben nem fogok spórolni, hanem minél előbb legyünk abban a fordulat szem tartományban, jellemzően ezeknek az autóknak ilyen 1500-2000 környékén van, ahol már van benne erő. De nem teljes gázzal, kis gázzal, de viszonylag élénken oda fel kell gyorsítani, meg kell találni megfelelő sebességi fokozatot avval Ha látom, hogy piros lámpa következik, vagy kezd állni a sorak, úgy először elkezdem a motorféket használni, tehát motorfék mond, hogy pont nullát fogyaszt az autó, mert teljesen el van zárva minden üzemanyag. De lassítja az autót, nem kell annyira üzemiféket használni. Bocsánat, egy másodperc, percre, tök jó, amit mondasz. Az a nagyon érdekes, hogy egyébként, tehát az, ezt tanultuk, nem? Tehát akinek jogosítványa van, az é, nagyjából igen. ezzel tisztában kellene, hogy legyen. És még sincs. Igen. Vagy ez ugye, é, amikor é, már megvan a papíron, onnantól fogva már minden Én, akinek minden van ilyen. mondjuk kézi autója még, mert ugye egyre ritkább, Tehát javasolnám, hogy nyugodtan próbálja ki hogyha egy jó műszaki tartalmú autóba ül, akkor egy ilyen 50-es tempóról, mondjuk ha van egy ilyen elhagyatott útszakasz és vízszintes, tehát hogy ez kidobja üresbe, és meg fog lepődni, mert fél kilométeren túl gurul. Tehát hogy ezt a lendületet, ezt a lendítést, ezt ki lehet használni, igenis. Egyébként pont erre játszanak a mai modern automata autók, azokon azért nincs motorfék, tudod miért nincs motorfék? mert amikor a károsanyag kibocsátást bemérik, akkor a profi pilóták ebben tudnak varázsolni. Ha. De a gyakorlatban ebből meg az lesz, hogy ö, sokat használják az üzemi féket, ami nem számít ben, bele a károsanyag kibocsátásba, pedig itt a járda mellett fogják reszelni a fékbetétet nekünk. Ha. De ezt is meg kell tanulni, tehát, hogy automata változó autó, és hogy hol kell, hogy elvedd a gázt, hogy hogyan gurul, mert ez, ez be van eltérés, nagyon nagy eltérés van, tehát hogy járművenként, vagy autónként. Úgyhogy ez egy fontos dolog, de a, tehát a tudatosság az a megoldás mindenre. Tehát, hogyha tényleg avval foglalkozol az autóvezetése, vagy a járművezetése foglalkozó, előre nézel, gondolkodsz, ismert úgy szakaszom, tudod, hogy körülbelül milyen ütemben jönnek a lámpák, hol lesz lejtő, hol lesz emelkedő, stb. stb. ilyenek. És a, vagy például, amikor araszolás van, vagy lámpához beállás. Tehát az, az a teljes lükesség, hogy megáll, és akkor utána ilyen szépen lassan még szivárog, mert ugye nagyon hamar megáll. <laughs> És akkor ezt, ezt a kúszó mászó sort, ezt mindenkinek le kéne másolnia, tehát mindent bántunk ebben. Tehát a, ugye alapjáraton ott püfögnek az autók, tehát az a legrosszabb. Ezért nem értem azt, hogy a, ahol már meg volt több sáv, tehát hogy miért kell belőle egyet csinálni, mert lehet, hogy három biciklissel több el tud menni, de azok is meghalnak tüdőrákba, mert ott mennek a pöfögő autók mellett. Tehát ez, ez senkinek nem jó. Hát ez így összességében sehogy semmi jó, tehát hogy az, az, az egészen biztos. A, hogyha már jön a tél, és, és ez mindig ilyen kardinális, és látjuk a tévében is megjönnek a riportok, hogy na, beköszöntött a tél, ellátogatnak egy gumisműhelybe, ahol megmondják, hogy na, már megérkezett a sor? Á, hát nem, mindig akkor jönnek, amikor az első hópehe lehullik, stb., és akkor lehullik az első hópehe, és ismét elmennek a gumisműhelybe, és elmondják, hogy nem tudnak időpontot adni, mert mindenki itt van még mindig, hogy mondjam, még mindig kellő figyelmet kellene fordítani a, a nagybetűs térre, hogy másképp vezessünk, vagy másképp figyeljünk, vagy azért azok az időszakok, nyilván a hó az jóformán nyomokban sincsen már idén, vagy, vagy már a, a, szezonban, de hogy a gyalogsági nem tudom, pokróc, víz, téligumi, és nem tudom még, lombseprű, mi legyen bekészítve a kocsiba. Hát legyen benne üzemanyag bőven, tehát hogyha hidegebbek vannak. A téli gumi az egy jó dolog, de szerintem, aki nem jár el sírjálni, meg nem megy hosszú utakat, tehát ő, és többnyire ilyen város vagy város környéken mocorog az autójával, most lehet, hogy meg fognak kövezni többen is, tehát én simán azt mondom, hogy négy évszak, uh -huh. aztán teljesen működik, tehát a, de hála azt hittem azt fogod mondani, hogy, hogy maradhat nyugodtan a nyári gumi, nem mondom, nem, egy nem, nem, meredek, nem, 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 de nem, igen, nem. a négy évszakos az egy a négy évszakos, lehet. és én voltam olyan teszten, ahol kifejezetten jól teljesített, kivéve a, a, nagy hó. Na de... Ott ott meg már kvázi minden. Igen. Meg már mindegy. Akkor fölrakom rá a hóláncot. Tehát, hogy nem, az, az kell. Tehát én is azt mondom, hogy kell ez a, a gumiváltás, meg, meg ilyenek. Nagyon fontos lenne például a gumi nyomásra odafigyelni. Hm. Egyrészt a guminak a teljesítmény is ott jön ki, másrészt nagyon sokat befolyásol akár a fogyasztásba is, meg ugye az úttartásban. Ezért én mindig felfújom ötre, érted? Csak gurú, mint a sinem. <laughs> az sem tökéletes. Tehát nagyon törekedni kell a gyári értékekre. Azt olyan nem véletlenül tanul, vagy találták ki a emberek, tehát hogy ott optimalizálta a, az egész, tehát, hogy, hogy mit teljesít a gumi, és főleg most, amikor ilyen hirtelen lehűlés van, meg ilyenek, valami hihetetlen, tehát hogy egy, autógumi három 4 tizedet, mondjuk ről lemegy 2 alá nyomás, csak attól, hogy lehűlt a levegő. És a, valljuk be, hogy nagyon sokan úgy vannak, hogy hát minek néz a guminyomás, most rakták föl a nyárit. Mondja ezt nyáron, hogy uh -huh. tavasszal fölrakták. Minek nézel, mindjárt jön a téli. Nem. Az, hogyha a hetente, két hetente nem nézi, Az akkor nagyon nagy baj. Az is érdekes, hogy arra sem szoktunk figyelni. Még aki talán esetleg még a guminyomásra néha figyel, vagy a kutas megkérdés, akkor azt mondja, jó, hát akkor nézze meg, legyen szíves, és ad egy bélás neki. Hát már ez is legalább Én. előrébb vagyunk valamennyivel hogy arra például kifigyel, hogy ha megnézzük azt a táblázatot, ami a bioszopon vagy, vagy mondjuk a tanksapkába vele van ragasztva a kis cetli, jobb esetben még benne van a cetli, ahol ott van a nyomás táblázat, hogy ö, milyen terhelés. Terhely. Igen. Ugye. Tehát, hogy utána nem megyünk, mert egyébként egész nap egyedül realizunk az autóval, be van állítva a kettő kettőre, vagy hát kettő négyre föl van fújva, és utána a hétvégén nyakunkba veszik az egész családot, beülünk öten, tetőbox, minden rogyásig van rakva a kocsi, akkor nem gondolunk arra, hogy egyébként hoppá lehet, hogy hátul viszont már kéne belefújni, mondjuk, hogy le, legyen kettő 8 Én ebből nem tudok kiindulni, mert én abban a pillanatban, hogy kifordulok az első sarkon, tehát eszembe fog jutni, mert nem úgy viselkedik. Hmm. A, a, de, mint amint múltkor is télen ment a, a párom a barátnőjével síelni, ő a, azt hiszem, öten ültek lányok nála, és akkor én, nekem az tök normál volt, hogy előtte elmentem a kocsijába, és fölfújogattam úgy a gumit, hogy tudtam, hogy úgy mennek. Tehát nekem hamar kiderült, tehát ilyen testautóknál is sokszor a, olyanokat kapok meg, tehát, hogy úgy adja ki az importőr, meg a forgalmazó, hogy nem jó a guminyomás. Ha rossz indulatú vagyok, tehát lealázom az autót emiatt, de észreveszem, hogy mi a baj, Aha. és akkor fölpumpálom, egész megváltozik. Iszonyat nagy különbség van. Ha valaki erre figyel, de ha valakinek csak az a lényeg, tehát hogy tudja az okos telefonképet tükrözni, meg gesztus vezérés legyen a kocsijába, az nem fog érdekelni a gumi, más nem tudunk mit csinálni. Ez esetleg, amikor leesik az útról, akkor se fog kiderülni, tehát nem, vagy nem gondolkodik el ezen senki. Tudatosnak kell lenni. Tehát, de azt is megértem, hogy ha nincs mindenkinek ez benne a kezében, meg, meg ilyesmi. De, de akkor induljunk ki abból, hogy azt akarja, hogy kevesebbet fogyasszon az autó, tessék két hetenként jattot adni a kutasnak, aztán fusson körbe, és akkor legalább az alapnyomás legyen meg. Mert biztos... legalább ennyivel bejebb vagyunk, igen. Azért ez érdekes, érdekes dolog ez az egész. Nyilván annyi aspektusa van még, ami felé el lehetne menni, mert most tökéletes volt, hogy mondtad, a, hogy rögtön érzed, hogyha az autóval nem stimmel, mert valami a guminyomással nem passzol, és rögtön feltűnik. Most itt a műszaki vonal is eszembe jutott, hogy mennyire törődünk azzal, és ugye a szépen lassan megszokjuk azt, hogy mondjuk pocsék a lengés mert már a, 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 popsi már hozzászokott Igen. ahhoz a mozgáshoz, és akár már úgy is vezetjük az autót, hogy a, benne van a korrekt már a kezünkben, Te hogy arra sem figyelünk, hát nyilván tehát, ugye erről órákat lehetne még zengeni, hogy hogy mi mindenre kellene még odafigyelni, és nyilván akár közvetve, közvetetten is a, az üzemanyag spórolásra is hatással lehet, mondjuk a műszaki állapot, tehát hogy az sem lenne egy utolsó dolog. Nekem nagyon érdekes ö, ilyen megdöbbenés volt, amikor ö, nem is olyan régen láttam, hogy mennyibe kerül egy B-s jogosítvány ö, manapság. Tehát milyen összeg az, hogy eljussunk odáig, hogy a papír a kezünkben legyen, ideális körülmények között, amikor nem kell újra és újra és újra vizsgázni. A... De mennyien? 250 körül? Hát most már egy kicsit több, igen. Tehát mm -hmm. Most már azért inkább a három. Ö, jó, értjük minden drágút, nyilvánvalóan, tehát nem, nem egy akkora meglepetés. Emellé nehéz azt elvárni bárkitől, hogy fizessen ki mondjuk egy vezetéstechnikai tanfolyamot a friss papírjával a kezében. Ez így van. Ö, Ennek ellenére abban gondolom egyetértünk, hogy ez szükséges lenne. évek óta a veszőparipám, utoljára pont múlt héten voltam, tehát olyan felelős beosztású ember, ott még nem lőttük el a dolgot, tehát hogy csak elmondtam, hogy, hogy mire gondolnék. Tehát az, az, egy nagyon fontos dolog, hogy a friss jogosítványosokat, tehát akár ilyen társadalmi felelősséget érző nagy cégek vagy szervezetek mögé valamit kitalálni, mert ez a fajta képzés egy zárt pályán megy, innentől kezdve fajlagosan drága. Ez tény. Tehát, hogy valahogy a friss jogsikusokat hozzá kéne segíteni, semmi új nincs. Tehát ez ugyanolyan, mint az üveg visszaváltó. Hm. Németországban 15 éve, 20 éve megy, Japánban is közel ennyi ö, ideje. Az állam dotálja az ilyen képzéseket a friss jogosítványosoknak. Kimutatható, hogy azok a gyerekek, akik részt vettek ilyen képzésen, a korosztályokhoz képest mennyivel kevesebb baleset részeseivé válnak. Az elején jó elkapni, mert ugye maga a technika, minden benne van a, az agyukba, a kezükbe, friss a fejük, könnyen tanulnak. Nagyon fontos lenne, hogy ne rossz dolgok rögzüljenek, Aha. hanem jó dolgok rögzüljenek. Tehát minden adott nekik, hogy a leghatékonyabban ki lehessen őket képezni. Csak annyi, hogy, hogy ugye az anyagi körülmények, akár a család anyagi körülményei, az már egy bizonyos szegregációt tesz lehetővé ebbe, hogy ki az, aki részt tud venni, ki az, aki nem tud részt venni. Figyelj, mi foglalkozunk egy évben 3-4 emberrel, tehát ebből körülbelül egy, egy évben, ebből körülbelül 10-12 az, amelyik friss jogosítványosként eljut hozzá. Hú. Tehát azért ez egy ilyen síralomvölgy, ez a, a arány. Mondom, nem régen, tehát a társammal, meg társaimmal, tehát ilyen, szerintem egy 10-12 éve kilincselünk ez ügybe, tehát 1000 forint bruttót meg nem sikerült összehozni. Mindenki bólogatott, meghallgatta. Hát biztos, jó. Mm -hmm. De kemény ez a 10-12 fő, amit mondtál. Erre nem gondoltam hogy ennyire szomor, azt jelenti, legalább 10-12 százalékot mondasz, de 10-12 fő az, az tényleg egész jó lenne. Tételezzük fel, vagy nem tudom, gyanítom, hogy azért itt is inkább apu, anyu, aki azt mondta, hogy még mielőtt mondjuk kapsz egy autót, vagy, vagy beülsz az autóba, akkor inkább mi kifizetjük, csak menjél el, légy szíves, egy hétvégére, vagy egy napra. Általában olyanok, hogy apu vagy anyu olyan cégnél dolgozik, akiknek a dolgozóit mi képezzük, Apu, anyu valamelyik ott volt ilyen tréningen, Aha. és azt mondta, hogy hű, ezt nem gondoltam volna, jön a család. Jön Aha. a gyerek, hogy jutunk hozzá. Nem vannak privát, uh -huh. vagy hogy tehát ilyen, igen, tehát hogy nem céges, hanem indultunk olyan csoportokat, ahol egyéni jelentkezők tudnak jönni, de nem tudok mit csinálni, tehát nekem is ennyibe kerül a pálya, ennyi teszik meg a gyerek, ennyi bóját fog kigyalulni, tehát hogy... Nyilván ennek van költsége. Igen. Ez durva. Most csak nagyságrendileg, hogy el tudjuk képzelni, ezek milyen árak, hogyha egy főre van. Ez 20-30, vagy ez akár 100 ezer forintos nagyságrend? Csak... Lehet akár 100 ezer forint is. Én azt mondom, amire egy kezdőnek szüksége van, az per nálunk Bruttóban ilyen 45 vagy 46 ezer forint. Mm. Tehát az egy ilyen 4 fél órás nettó program. Ha elsőre kapja meg, nagyon többet nem tud úgysem földolgozni. Na jó, de csak hogyha azt veszük, lehet, hogy első blikre ez soknak tűnhet, hogy még 50 ezer forint, most fizettünk ki egy szekérderényknyi pénzt, hogy egyáltalán meg legyen a jogosítvány. Ma nyáron elmész. és Meg akkor mennyibe onnan... került az a gyerek, mire eljutott <laughs> Lát, a jogosítvány az meg? Az Excel megint, tábla végén, ugye? igen, a pelenkától egészen a És akkor még veszel neki egy autót is. Igen, igen, igen és tehát, a kaszkóőr rész is több lesz, mindez az összeg. Hát a kaszkó rész is több lesz, és hogyha megnézed azt, hogy én az, azon szoktam nagyon jókat derülni, amikor ö, ö, valaki azt mondja, hogy ugye nézzük a használt autókat, és hát ezen féket is kellene cserélni. Á, figyel. Nézzük meg a másikat. És amikor megnézed, hogy mondjuk ez 2 millió 200 ezer, ez meg 2 millió 5, nézzük meg azt is. Ott az baromira nem érdekes az a mit t, 300 ezer forint differencia, mert hogy olyan nagy tételről van szó, hogy kvázi mindegy. De hogy a, mondjuk a féknél százat kellene. Most egy ilyen történetnél, hogyha már veszünk a gyereknek egy autót, mert menjen, kinyílik a világ előtte a szabadságélmény és minden, és marha jó, és mehet pénzt keresni. Tehát ugye azért ez a 45-50 ezer forint nem, nem a világpénzel, mi... persze. Ezt, ezt bele kellene kalkulálni akkor fejben is, hogy, hogy ez sajnos ö, ö, kell hozzá, még ha nincs és, is ez leírva sehová. Azért is nagyon kell, mert ebben sem szeretnénk megbántani senkit, de tehát maga a, a gépjármű vezetés oktatás, tehát az nálunk ugye el van maradva. Nem sokkal, tehát egy ilyen 30-40 évvel. De jó szellemisége Ugyanúgy egyébként nem műszaki vizsgák, tehát hogy ez, hogy mi derül ki, meg hogy derül ki, hogy rossz az autód. Tehát ebben még így a múltba élünk. Tehát maradjunk. a kagylós kopás, a pneumant gumin című ismerjük, igen. De, tehát ez, 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 borzalom. Na mindegy. Tehát, hogy a lényeg az, hogy, hogy a, a képzés, vajon mit akartam ebből az egészből, pedig nagyon jó volt a dolog, amit ki akartam belőle hozni, tehát hogy, hogy el van maradva, tehát hogy, hogy ö, muszáj vagy hozzátenni, mert még mindig olyanokat oktatnak, tehát ami, ami tényleg elmúlt az időt, például a kormányfogás. Hm. Tehát nagyon sok ö, oktató még ez a 10 óra 10 percet oktatja. Elmondok gyorsan 5 vagy 6 tényt, tehát amitől ez egy hülyeség. Tehát már ez a szervós autókban ennek nincs helye. Tehát, hogy, hogy ilyenek. Vagy hogy nyomja be a ez azt úgy guruljon. Tehát, hogy jaj, jaj. ne használja a motorfigyeket. Miért jó ez, vagy kinek jó? Tehát, hogy csomó hülyeséget oktatnak. Tehát, ezeket mi meg azért viszonylag gyorsan rendbe tudjuk tenni. Tehát, például az én gyerekem is olyannál vizsgázott, tehát, akit becsülök, minden de ebben nem tudom eltéríteni. Tehát, hogy. Hmm. A kormányfogás, hogy hogy legyen, és akkor mondtam a gyereknek mennyi oda, figyelj mindenre, Lacira, hogy mit mond, majd a kormánykezelést a helyére tesszük a végét. De Lacira is mondtam, tehát hogy addig nem mehet vizsgára, amíg amikor ő azt mondja az oktató, hogy kész van a gyerek, akkor én beültem egy órára mögé. Közösen, vagy? Aha, aha. Igen, igen, én ha? csak ott hátul ültem, és akkor mondtam a hogy még öt óra, menjetek. Aha. És amikor meglett a a jogsia, ez akkor se az volt az első, hogy na itt az autó, kis legyen, aztán a futkoráházára, nem tudom, szerintem fél évig, vagy egy évig, vagy az édesanyja mellett, vagy én mellettem, mm -hmm. tehát amikor együtt mentünk, ő vezetett. És amikor már nem ilyen tolbamondásból vezetett, és akkor jött tréningre, tehát ez egy nagyon fontos dolog, tehát ott már egy kicsit úgy helyreállt a dolog, és akkor onnantól kezdve autózik. És ügyes. Volt már balesete az, amikor azt hiszi, hogy minden ugyanúgy működik, amikor párás az út, meg amikor száraz az út. <szant> <Sz> <sér> <Szer> <Sz> jó, hát <Sz> De <Sz> ilyen, <Sz> megtanulta. <Sz> <t peng> <Sz> nem, nem lett baj a gyereknek, <Sz> <tot p> <torít> <Sz> tehát az autóban lett egy kicsi kár, meg az ellenfélben, de, de, most már tudja. <Sz> Érdekes, hogy csomó mind, a, biztos, hogy rengeteg minden elmaradott az autós, a, a, a gépjárművezető oktatási, hát akár a könyvekben, akár magában az egész rendszerben, hogy hogyan is oktatják. <Sz> a, <Sz> de... <Sz> az az eljogsé, ez, ez már nagyon jó. Igen? Tehát maga, a, a, ez a pont a fiataloknak való. Aha. Én nem tudom elképzelni, hogy most, fiatalok leülnének, keresztkönyvet olvasgatni. Jó, hát tehát ez ö, a tesztrendszeres, meg mindent, tehát meg az, az úgy jó, föl van építve. A gyakorlatban vannak még kalandok. Azt látom azért, hogy egy csomó minden fontos lenne, meg ö, én nekem is van egy-két dolog, ami ilyen... Ö, nagyon megragadott, érdekes, mint amit mondtál még az elején, hogy felugrottál a motorról, uh -huh. hogy olvastad, és nekem például az nagyon megragadott, ha akarsz például balra nagy évbe fordulni, és a szembejövőket várod, hogy te el tudjál fordulni balra, addig nem tekerem ki a kormányt, amíg állok még kvázi egyenesen, vagy párhuzamosan, mert hátulról belém jönnek, ja, akkor belök befordulok, a... belöknek a többiek Egy elé, a... és rendszeresen ezt látom. Én a Rákos úton megyek nap, mint nap oda-vissza, és a Széchenyi úti kereszteződésbe beáll, és már befordul, és vár, és nézem, hogy vajon Hátul elkapja valaki, és ide löki elérni. Tehát, hogy azért egy csomó mindent meg lehetne tanulni, meg egy csomó minden praktikus dolog van, amire szépen lassan az idő során kikopik, meg nem figyelünk, meg pont nem érdekel. Meg tudod, mi a, mitől még agylobbot kapok? Hogy lusták vagyunk kormányozni. Tehát olyan, így levágnak mindent, de az utcába is úgy fordulnak be, szemből, hogy hát ha hamarabb elkezdi a kanyart, akkor kevesebbet kell fordítani a kormány, és csak betalál, de igen, de hát közben velem egy kicsit szembe jön. Tudod, tehát, hogy... ez és... a hazamenő Igen, az irányok, tehát, ha? hogy, ez valami óborszalom. Tehát, hogy, vagy, vagy a záróvonalon, tehát, hogy levágdossák a kanyart, meg mit, és ezek nem a rally pilóták. Tehát ez a, tényleg, tehát a jelző nélkül, tehát a itt amin az a nyugdíjas pedagógus, aki régóta egyedül élt, tehát az is úgy közlekedik a kis piros japán csodájával hazafelé, tehát hogy meg ugye a BMW-seket szokták még bántani, hogy felesleges extra az index bennük. Hát én, tehát nem tudnék statisztikai átlagot mondani, hogy melyik márkának a vezetői nem indexelnek, hanem azt tudom mondani, hogy ámblokk, tehát ez, mint az irányjelző, tehát így körülbelül senki nem használja. Én most is múlt héten de nagy erős autókkal volt egy rócsom, amit csináltunk, közúton mentem, és akkor URH rádión keresztül beszélek a mögöttem haladó 5 6 autóhoz, és akkor úgy hajtottam ki a Hungarian kapuján, hogy mondtam, hogy az egész út során ér használni az indexet ingyen van, mellesleg még elegáns is. És akkor így mondom, hát, hogy tudom ösztökölni őket. Kapnak. És akkor hát úgy, úgy... Lehetett látni, hogy kinek van benne a kezében, meg kinek nincs. Hmm. Rajta meg rögnek forgatásom a zárt pályán is, tehát visszafordulok, kirakom az indexet, tudod? És akkor a producerünk mondta, hogy azt, hát ez tökre bírja, hogy én ilyenkor is kirakom. Fél sokkal egyszerűbb a kormány mozdításával vagy... együtt, a... mint hogy én mérlegeljem, hogy most kell, vagy nem kell, jönnek mögöttem, vagy előttem, vagy, vagy mi van. Tehát hogy hmm. ez szerintem nem ciki de jó az, amit mondta egy a végére, nem ciki, igen. Hát ezzel, lehet, hogy ezzel is egy kicsit már mondjuk fel tudunk nyitni egy-két szemet, vagy egy picit más irányba tudjuk terelni. Hát ránk fér az edukáció, az biztos. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és bízunk benne, hogy, hogy hát, ha célt ér 10x év után is mondjuk ez a kezdeményezés, hogy igen, kelljen az a vezetés technikai tréning, igen, mindenkinek. Jó lenne. Kérek mindenkit, hogy most esse az autóban nézem menet közben. ja, vagy hallgassa. Hallgatni le, Hallgatni, hallgatni lehet. Ér. Az Igen. jobb is. Totti, nagyon szépen köszönöm, hogy Én itt köszönöm. voltál. Csáu. Ha tetszett az adás, és szeretnél még hasonló tartalmakat nézni, iratkozz fel a Sláger FM YouTube csatornájára, és értesülj elsőként az új tartalmakról.